Bridget inger, Eve Tarlet, 24 karácsonyi mese, második fejezet. Káosz klárcsi, szerencsö csillaga. Bum, hallatszott valahonnan. Aztán rögtön felhasadt a sírás. Au, mami! Mami felugrott a munkája mellől, és a sivalkodás felé sietett. A kislánya ott ült a könyves polc előtt, és a homlokára szorította a kezét. Klárcsi! Mi történt már megint? Hát, én csak le akartam venni a mesés könyvemet, tudod, a tündéreset, és akkor az a nagy szakácskönyv rázuant a fejemre, hüppögte Klárcsi. Mami felemelte a kislányt, és kivitte a konyhába. Jegettett egy zacskóba, és odanyomta Klárcsi homlokához. Jaj, szegény lányom, sóhajtott fel, ahová mész, káoszt támad a nyomodban. És valóban, Klácsinak valahogy sosem volt szerencséje. Ha megindult egy nyitott ajtó felé, az biztosan az orrára csapódott. Ha édességet osztogattak a gyerekeknek, neki már biztosan nem jutott belőle. Ha pedig az őszi javarban valahol kutyapotyadék déklapult, akkor csak is ő lehetett az, aki belelépett. Az élete csupa baleset volt. Állandóan megbotlott és leesett, vagy beszorult valahová, máskor meg a térdét sebezte meg. Nem volt olyan nap, amikor ne lett volna valahol raktapasz rajta. Karácsony közelettével, ahogy minden évben, Klárcsi családja meglátogatta a nagyszülőket. Klárcsi nagyon szerette a vidéki életet, és mindig elkísérte esténként a nagymamáját, amikor körbejárt a gazdaságban. Jó éj, drága csibék, mondta ilyenkor. Szép álmokat, juhocskák, most már aludt szépen, édes jó tehén. Ezúttal azonban történt valami érdekes. Amikor Klárcsi becsukta a nehéz kertkaput, egyszerre egy fényesség suhant végig az égen. Oda néz Nagyi! De jó, egy hulló kiáltotta a nagymamája. Szerencséd van, Klárcsi, kívánhatsz valamit. Hát, mondta a kislány csendesen, én nem akarok semmi mást, csak azt, hogy ne legyek többé káosz, Klárcsi. Nagyi megölelte, és kedvesen így szólt. Kívánom, hogy teljesüljön, amire vágysz. Láttad, Nagyi, élénkült fel a kislány. A hulló csillag egyenesen a kis erdőbe esett. Nem megyünk el holnap megkeresni? A nagymama mosolyogva bólintott. Másnap reggel Káosz Klácsi és a nagymamája meleg csizmát húztak, felvették a legvastagabb kabátjukat, és nekivágtak a kis erdőnek. Klácsi úgy látta, hogy a csillag éppen a vénséges vén égigérő fenyőfa mögött ért földet. És igen, a zöld moha között Klácsi megtalált egy fényes, aranyos ezüstös kavicsot. A torkában dobogott a szíva az izgalomtól. Mit gondolsz, ez tényleg hulló csillag? Lehetséges, mondta nagyi. Ez viszont azt jelenti, hogy a kívánságunk már be is teljesedett. Tudod, csak a legeslegszerencsésebb és legeslegügyesebb gyerekek találnak hulló csillagot az erdő közepén. ha, igazad van, örvendezett a kislány. Nem vagyok többé káosz, Boldogan rohant hazafelé az értékes zsákmánnyal, és egyetlen egyszer sem botlott meg, vagy esett el az úton. Ettől kezdve Klácsi mindig magával vitte a szerencsekavicsot, a nyakában hordta egy puhatokban, és minden kezdett jóra fordulni. A sebkenőcsök beleszáradtak a tubusba, és a sok-sok gész is mind ki kell át dobni. Sőt, a kutya potyadékokat is mindig sikerült kikerülnie. Amikor pedig az orrára csukódott volna az ajtó, gyorsan kitámasztotta a lábával. Lassanként mindenki elfelejtette, hogy valaha Káosz Klácsinak nevezték. Egy évvel később, amikor iskolába ment, egy olyan kislány lett a pottársa, akit ügyetlen ívának csúfoltak. Klácsinek kiadta a szerencsekavicsát, és ezzel azonnal szerzett is egy új barátnőt.